Voltak menedzsmentek, szerződések, minden, és jól lehúztak. De hogy húztak le? Hát pénzügyileg. De nyilván értem, de... Hát figyelj, fellépésekből alig kaptam valamit kb. Aztán idő után nem is szerveztek nekem fellépést, közben meg ilyen nem tudom hány milliós klippeket intéztek nekem, ami szerintem egyébként nem volt reális, de legyen így, higgyük el. Meg ilyen félmilliós fotózások, meg mit tudom jó, én. De neked ebben nem kellett beszállni. Szerinted kifizette? Én? Ne hülyeskedj már. Hát nyilván. Szóval ja, az ott egy nehéz menet volt. De a menedzsment akkor semmit nem adott, csak elvett. Persze. Ilyen egy jó magyar menedzsment, nem? Szóval nekem nem, nincs jó tapasztalatom. De a bulikat ők szervezték? Ők szervezték, de úgy utólag kiderült, hogy mennyiért adtak el. Mennyiért? És mennyit kaptam én. Hát ha jól hallottam, volt olyan, hogy 600 ezer forintért adtak el. Én se venném meg magam 600 ezer forintért, arra úgy. És abban kaptam én 100-at. Igen. Mondjuk volt, nem tudom, 10 bulim egy nyáron, akkor az nem sok, ha összeadod. De miért nem váltottál a menedzsmentet? Hát mert szerződés kötött. És először szabad voltam, 18 évesen, akkor lett vége a szerződéseimnek, és ott nagyon leúztak, és voltak barátaim, akik egyébként nyomda céggel foglalkoztak, de... De ők régi barátok, vagy új keletű barátok? Hát ugye, akkor már ilyen egy-két éve ismertem őket, nyomda cégük volt, és őket kértem meg ugyanúgy, hogy segítsenek. Ők még jobban leúztak, és akkor közül már egy ilyen 2-3 hónapja voltunk együtt a... Nem, 3-4 hónapja voltunk együtt az Ádámmal, és akkor így ültem, hogy jó, akkor már megint hova költözzünk?